Kalmár Zsolt Fehérvárra érkezése óta mindössze 11 tétmérkőzésen bizonyíthatott új csapatában, mivel a Kecskemét elleni hazai mérkőzésen megsérült, és pár nappal később meg is kellett műteni térdével, amivel igen hosszú ideje bajlódik. A rehabilitációnak a nehezén már túl van, és mint mondja, minden a tervek szerint halad, elkezdhette a súlyzós edzéseket is. Hát az első három napban inkább ezt a gyógytornász részét végeztem, a hajlítások, szalagos feladatok, kicsi lábsúlyos edzések, aztán szépen fokozatos azért próbáltuk jobban terhelni. De ahogy mondtam, a héten most már elkezdtem a súlyjavaló edzéseket. Most az a legfontosabb dolog, hogy izmot építsek, ami kell a futáshoz, úgyhogy remélem, hogy ez minél gyorsabban sikerülni fog. A labdarúgó hozzátette, nem fogja sietetni a dolgokat, csak akkor fog 100%-os intenzitással edzeni, ha az orvosai azt mondják, teljes mértékben felépült. Kalmár Zsoltot a csapat a teljesítményéről is megkérdeztük. Nagyszerűen játszott a csapat, nem csak az utóbbi hetekben, hanem az egész évben, és tényleg amit kitűztünk magunk elé, azt a célt, azt el tudtuk érni, a kupaszereplést. Most utolsó meccsen pedig már a dolgaiért küzdünk, és remélem, hogy nagyon jó erőt fogunk elérni, hiszen egy jó, nagyon jó csapat alakult ki, és úgy gondolom, hogy ebben a szezonban mindent beladott mindenki. Úgyhogy remélem, hogy tényleg azt a pluszot az utolsó meccsen azt meg tudjuk ugorni, és akkor egy jó szezont tudunk zárni. A Vidi utolsó szezonbéli mérkőzését szombaton játsszák a Diósgyőr csapata ellen a Sóstói stadionban. A meccsre jelképes 500 forintos jegyárral várják a szurkolókat és a futball szerető fehérváriakat.